Szeretettel köszöntöm a tisztelt nézőket. MB2-es bajnoki futszál mérkőzést tekinthetnek önök meg az elkövetkezendők folyamán. A Csengely Petőfi DSS-e csapata a Rubeola FC Csömör csapatát fogadja. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy itt az MB2 keleti csoportjában egy nagyon komoly rangadó az, amit most Bíró Tibor operatőr kollégámmal együtt rögzíteni tudunk az önök számára. Ciklámenes, világos, zöldes felsőjében tehát a Rubeola FC Csömör csapata, akik úgy gondolom már a bajnokság kezdete előtt prognosztizálható volt, hogy meghatározó tagjai lesznek itt a mezőnynek, és hát hála jó Istennek, olyannyira meghatározó tagja a mezőnynek a zöld-fehér csengeri csapat, hogy ők jelenleg 100%-osan gyakorlatilag lista vezetők. Menet közben természetesen megismerkedünk majd a csapatok összeállításával is. A Rubeola FC Csömör játékosainak a lábán vándorol a labda, amint azt önök is láthatják. Hát egy biztos, hogy ennek a játéknak minden fifikáját nagyon jól ismeri az ellenfél is, de úgy gondolom, hogy Szilágyi Sándor fiait már csak mindazok alapján is, amit ebben a bajnokságban is a fiúk bemutattak, produkáltak, azok alapján ugye nem kell féltenünk. A Kincsem Lovaspark vendégeiként győzött egyébként a csengeri csapat az elmúlt hétvégén, tehát idegenben is eddig megnyerték mind a két mérkőzésüket, a hazai meccseket is behúzták a csengeriek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy akár egy ilyen rangadó jellegű mérkőzésen is nyugodt szívvel lehetünk bizakodóak. Természetesen ezen a szuper rangadón teltház a Csengeri Városi Sportcsarnokban 400 néző előtt rendezik meg tehát ezt a találkozót. Az a találkozót, amelynek Flinta Zoltán és Belica Bence Péter a játékvezetője, Szelezsán György játékvezető sportás pedig most az időmérő, aki ott Mezei Gyuszi barátunkkal gyakorlatilag a technikai részét lebonyolítják a mérkőzésnek. Ként a kezdőben Varsányi Péter, Tösér Gábor alias Szamóca kettessel, akit ugye óriási ováció fogadott, hiszen csengeri származású fiatalemberről van szó, kiváló futszálos, nagyon szeretik, tisztelik ők itt Csengerben. Füzi Zsolt 17-es, Víz Fülöp a 19-essel és Józsa Tamás 96-ossal egyébként. Itt a kezdőben 115-szörös válogatott a szakvezetője egyébként a csapatnak, a Rubeola Csömör csapatának, Jávor István személyben, Takó Csaba az, aki még a szakmai munkát ugye koordinálja, irányítja, segíti. Egy kis játékvezetői egyeztetés most ott, és utána folytatódhat majd a találkozó. Ugye a kezdőkkel megismerkedtünk a Rubeola Csömörnél, a többiek egyébként, akik itt vannak még, Gárdosi Krisztián, Nehéz Krisztián, József, visszaadják a labdát, Várkonyi Barnabás, Szálas Dániel Péter, Érsek Róbert, Jenei Otto, Horváth Bence és Husz Attila. Ők tehát a vendégcsapat keretének a tagjai, míg a hazaiak, itt a kezdővel már megismerkedtünk, akik még egyébként a kispadon helyet foglalnak, az Juhász Sándor, Katona Pál, Mándi László, Rigó Attila Márk, Lengyel Marcel, Szilágyi László és Juhász Norbert. A csapat szakvezetője Szilágyi Sándor, Varga Valentin a segítője, no és hát Győri Gáborné Rozikát ki ne feledjük, aki mindenkor az egészségi állapotáról gondoskodik a játékosoknak. Rozika, aki elmaradhatatlan a csengeri futszál meccsekről, és nagyon sokat segít a csapat tevékenységében. Kimegy a labda, így a Ciklámen, illetve hát világos zöld felsős, egészen pontosan Rubeola Csömör csapatának a tagjai hozhatják azt majd játékba. 0-0-ás mérkőzés állásnál tehát. Igazából komolyabb zicsert még nem látunk, gólt viszont már is látunk. Gólt nagyon hamar látunk, persze, ugye erre a találatról hazai szemszögből nézve szívesen lemondtunk volna. Nagyon szépen játszották ki zicserig egyébként, el kell, hogy mondjam, a vendégek. Nehéz Krisztián József az, aki megszerzi a vezetést a Rubeola FC Csömör csapatának itt a rangadón.
Pálfi, és Pálfi elől tisztáznak. Szabadrugás következett át a Rubeola FC Csömör csapatának a javára. Továbbra is 1-0 arányban, tehát a vendégek vezetnek itt a csengeri csarnokban. Nehéz Krisztián volt a gólszerző a vendégek részéről. No, nézzük ezt a szabadrugást. Labdaszerzés, Mándi. Pálfi! Pálfi! Visszateszi, Mándi lő! Vasányi véd, Podoricsi! Podoricsi érkezik! És kíméletlenül, irtóztató erővel bebombázza a léc alá a kipattanó labdát. Pálfi is próbálkozott, Mándi is próbálkozott, Podoricsi meg befejezett. Podoricsi az erdőháti őserő gólja. Kiegyenlít a csengeri csapat. A félidő feléhez érkezünk majd lassan el. Kiegyenlít tehát a csengeri csapat a Rubeola FC Csömör ellen. Podorihárd. Ez olyan tipikus Podoricsis gól volt. Júj, azért ez veszélyes volt. Szabó Józsi nagy hidegvérrel nézte. Érsek Róbert lövése. Varsányi. Szilágyi Sándor. Talpa alatt volt a labda. Rigó Attila jön most Mándi Laci helyett. Jelen pillanatban Csengernél, tehát a Pálfi, Rigó, Podoricsi, Bankotai. Sor Sankával a kapuban. Túlcifrázták a csömöriek. Bankotai megindul. Lő! Nem is volt rossz lövés. Nézzük Podoricsi szabadrugását itt a jenei sárgalap után. 1-1 tehát a találkozó állása a Csenger Petőfi DS és a Rubeola FC Csömör MB2-es bajnoki futszál mérkőzésen. Rigó Attila szépen tette be középre, Katona Pali egy hármas védő őrizetben próbálkozott. És aztán a kipattanót rálőttük, de ez nem volt túl emlékezetes lövés. Na de már Sankánál a labda. Katona Pali magához öleli a földön a labdát. Annyira szereti a labdát Pali barátunk, hogy megölelgette. Mély emberi érzelmeket fejezett ki ezzel, de hát ugye ez szabálytalan. Ezért szabadrúgás jár. A Rubeola FC Csömör csapata járatja a labdát. Jól zárjuk le most a területet, nem nagyon tudnak kit megjátszani. Érzek egy icipici tanácstalanságot most a vendégekben, és meg is elégszenek egy bedobással. Húsz. Balog Árpi, kimegy a labda. Játékba hozták a labdát most már a csömöriek. Jaj, gólt rúg a Csömör. Ezt bizony egy lapos lövéssel alaposan bevarta érsek Róbert. 2-1 arányban ismét előny a vendégeknél, a Rubeola FC Csömör csapatánál. Érsek kiméletlen zicser kihasználónak bizonyult. Egy lepattanó, levágódó labda volt. Ez is egy lapos lövéssel lőtte ki a hálónkat a vendégcsapat játékosa. 2-1 ezzel, tehát a vendégcsapatnak.
Egy kidolgozó zicser után egy lepattanó értékesítés. Öt perc, 42 másodperc van hátra a találkozó első fél idejének a rendes, tiszta játék idejéből. Józsa. Vízfülöp. És Tősér Gábor. Játékvezető pedig azt mutatja, hogy Tőzsér hol volt szabálytalan, honnan kell pontosan elvégezni majd a szabadrugást a csengeri csapatnak. Egy törlés is, amit közbe kell itt most iktatni. És a törlés után a pontos helyéről folytatódhat a szabadrugással a találkozó. Pálfi Pista, a legutóbbi hazai meccs hőse, a hónap játékosának választott Pálfi Pista, aki egy nagyon-nagyon sportos családtagja, édesapja, édesanyja is, ízig-vérig sportemberek tesója is, édesapja a Hodászi labdarúgó csapat edzője, de kézilabda játékvezető is többek között. No, szóval a Pálfi család élete ott Hodászon az a sportról szól. Varsányi kapus, és Pálfi Pista csúsztatta ki. Flinta játékvezetőnek egy érdekes futása van. Nem értették most meg egymást a vendégek. Ennek az a végeredménye, hogy Sanka hozhatta játékba a labdát. Egy visszahúzás, Mándi Laci. Úgy látom, ezt a játékvezető nem vette most észre szerencsénkre. Józsa. Az első gól szerzője veszíti el a labdát. Csömöri rész, és oly, Tősér, mekkora mentés. A csengeri származású Tősér. Ügyes összjáték most a vendégek részéről. Juhász Norbi menti meg a még nehezebb szituációtól most a hazai kaput. Kirúgja a labdát, nemes egyszerűséggel az oldalon kívülre jól tette. No, jöhet akkor oldalról a labdajátékba zatalával a vendégcsapat. Oly, mekkora kapufa! És úgy, hogy még ez Sanka is hozzáért. Túlcifrázta most ott a csömöri játékos, Nehéz Krisztián. És Balogárpi kiegyenlít! Balogárpi gólja! Egy másik erdőháti legény. 2-2, Juhász Norbi. Minden dicséretet megérdemel, ahogy kidolgozta zicserig ezt a szitut. Ugye volt már összjáték Juhász Norbi meg Balogárpi között a találkozó folyamán. És lám, ez az összjáték most. Gólt, ez az összjáték most. Egyenlítést hozott a csengeri csapatnak. Csenger, Rubol FC Csömör. 2-2. Balogárpi góljával másodjára is kiegyenlít a hazai csapat. Juhász Sanyi véd, Sanka. Bravo, Sanka! Szilágyi Laci a földön, nem történt szabálytalanság. Ezt jelzik a játékvezetők. Nagyon-nagyon jól használtak ezt a lehetőséget most a csengeri csapat. Szilágyi! Mi az ítélet? Szilágyi Laci kiharcol egy büntetőt.
óriási lehetőség, tehát a Csengeri csapat előtt arra, hogy a félidő vége előtt előnyhöz jusson. Na nézzük Bodó Ricsit. Második gólját és csapat a harmadik találatát belövi-e. Ez a kérdés. Na, akkor megkapjuk a választ. Hú! Mondhatnám, hogy ez nem várt válasz volt. Erő az volt. Az bőven volt ebben a lövésben. De nem talált kaput Bodó Ricsi. Hatalmas buzdításba kezd a csengeri közönség, Varsányi! Mekkorát védett! Mándi Laci fejese! Hát ebben bizony akár a gól is benne lehetett volna. Szépen fejelte meg Mándi Laci, Varsányi repült, szállt, és önfeláldozóan mentett. És megint Varsányi! Ekkorát védett Rigó, de jó kis lövés volt. No, egymás után kétszer is veszélyeztetett a Csenger. A félidő vége a hazai csapaté. Azt hiszem, ezt nyugodtan kijelenthetem, és most már talán még azt is kijelenthetem, hogy nem mondom, hogy teljesen igazságtalan ez a döntetlen mérkőzés állás, de azért akár ha azt mondom, hogy egy picit a mérleg nyelve azért, főleg ha még a kiadott hetes is nézzük, azért most már a hazai csapat felé billen. Tehát egy olyan egy gólos vezetés itt a félidő vége felé megérdemelt lett volna a hazai részről. Na vigyázzunk, nagyon kevés van már hátra, nehogy itt a végén gólt kapjunk. Utolsó 10 másodpercen belül vagyunk. Közönség tömött sorokban. Elindul és egy kapufa! Mándi Laci! Csattanós vége van az első játékrésznek. Azt is mondhatnám. Mándi Laci kapufája zárja le. Minden esetre a fél időben, tehát tisztelt nézők, Csenger Petőfi DSS-en Rubeola FC Csömör 2-2. Tisztelt nézők, még szól a zene a csarnokban itt Csengerben, de már el is hallgatott. És következik a második játékrész, tehát a Csenger Petőfi DSS-e Rubeola FC Csömör NB2-es bajnoki futszál mérkőzésen, ahol az első játékrész után tehát 2-2 a találkozó állása, azaz egyelőre még nem bírnak egymás, ahogy szokták azt mondani a csapatok. Na hát meglátjuk, hogy a második játékrészben sikerül-e majd dűlőre vinni a dolgokat. Jaj, nagyon tisztán hagytuk ezt a lövés lehetőségét. Ajajajajaj. Pakotai labdát szerez. Juhász Norbi összerogyott. Óriási gólhelyzetben, nagy igyekezetében Norbi. És két hét múlva Dunakeszi Kinizsi látogat Csengerbe, az sem akármilyen derbi lesz. Hoppá! Majdnem elveszíti a Dunakeszi, ott hátul a labdát, de ott a majdnem is. Kiemelik, Pankotai vissza. Józsa, nincs megelégedve saját maga megoldásával. Pankotai. A második fél időben még nem láttunk gólt. De szép meglátás. Hoppá, hoppá, hoppá! Saka, húj! A vér meghűlt az ereinkben. Hát kellett kapaszkodni, mit mondjak. Balog Árpi, de szépen csinálta. Hű! Forró volt a pite. Megoldott a Sanka. Mint ahogy Varsányi is megoldotta itt az előző szituációt. Ezért a csengeri csapat hozhatta játékba a labdát. Balog Árpiról megy ki a labda.
mindent bele. Hallatszódik a Csenger futsal fanatiktól. Pankotai begyűjti a lepattanót. Hoppá, 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 Pálfi! Véd Varsányi kapus. Eljutott Pálfiig, Pálfi kapura lőtt. Varsányi védett lábbal. Tisztelt nézők, én azt hiszem, hogy nem láttuk rossz meccset. Úgy gondolom, két remek csapatot láttunk. A futsalnak kiváló propagandája volt ez a találkozó ma ismét itt Csengerben. Nagyon úgy néz ki, hogy döntetlennel fog zárulni. De én itt már semmit nem merek elkiabálni, annyiszor, de annyiszor. Az utolsó utáni pillanatban is dőltek el itt meccsek Csengerben. Valahol nem lenne minden esetre igazságtalan, azt hiszem, a döntetlen sem. Na nézzük, mit sikerült kitalálni a vendégeknek. Jaj, megpattanó lövés volt ez, illetve hát a földön pattant meg. Pálfi! Pálfi! Rúg egy kapufát! Hihetetlen, hát ez, ha ez beakad, a Pistának szobrot emelnek Csengerben. Pankotai szögletre tisztáz. Ajjaj, 3 másodperc a végéig. 2-2-nél és szögletet rúg a csömör. Lehet ezt még fokozni? Ajjajjaj, és legyünk őszinték, bizony. Ez még veszélyes szitu volt. Szóval nagyon úgy néz ki, hogy döntetlennel zárul ez a találkozó. Csenger, Petőfi DSS-en, Rubeola FC, Csömör, MB2-es bajnoki futsal rangadó Csengerben. Itt a vége, fuss el véle. Tisztelt nézők, 2-2-es döntetlennel zárul a találkozó. De már felhaladszódik a szép volt fiúk, a Csenger futsal fanatik szurkolói részéről, hiszen valóban megérdemli az elismerést mind a két csapat, én úgy gondolom, és megérdemli az elismerést a hazai csapat is. Egy kiváló ellenfél ellen nagyon-nagyon jó meccs volt itt Csengerben, ami végül döntetlennel zárul. Köszöntöm Szilágyi Sándort, akivel a Csenger Petőfi DSS-e Rubeola FC Csömör MB2-es bajnoki futsal rangadó után beszélgetünk. Én úgy gondolom, ez már egy jó érzés, hogy kijelenthetjük, hogy rangadó, és nem kis presztízs is. Egyrészt az, hogy eddig 100%-os volt a csengeri csapat ebben a bajnoki évadban is, és ez én úgy gondolom egy csodálatos teljesítmény, hogy az elmúlt héten idegenben is győztetek a csapattal. És hát azt a Csömört fogadtuk, akiről azért hát valakinek, azért nektek nem kellett azt elmondani, külön, hogy mekkora játék előtt képviselnek. Én azt hiszem, most itt ennyi néző előtt ez be is bizonyosodott. Döntetlen lett a meccs. Van-e hiányérzeted? Mennyire lehetünk elégedettek ezzel? Én azt gondolom, hogy erre a döntetlenre azért büszkének lehet lenni. Köszöntöm a nézőket. Igen, én azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy a bajnokság egyik, hanem a legjobb csapatát fogadtuk, és nem véletlenül írtam a beharangozóba is több helyen, hogy a bajnoki cím első számú várományosa látogat Csengerbe. Ezt az ellenfél igazolta is, hiszen tényleg mondhatom azt, hogy vérbeli profi futsalosokból álló csapat ellen játszottunk egy nagyon jó mérkőzést, és én azt hiszem, hogy ez a mérkőzés is egy olyan meccs volt, ami igazi reklámja volt a futsalnak, és én azt hiszem, hogy büszkén mondhatom, hogy felnőttünk ez a Csömörhöz ehhez a meccsen, hiszen az látszott, hogy ők többet tudnak a futsalból, az látszott, hogy nekik több variációjuk van, jobban tudják a forgásokat, de én azt hiszem, hogy végig partnerei voltunk a bajnokság egyik legjobb, hanem a legjobb csapatának, és egy olyan meccset tudtunk produkálni, ami azt mondom, hogy iramát tekintve valami félelmetes volt, tehát akkora iram volt egész meccsen, hogy szinte folyamatosan forrt a levegő, és mindig történt valami a pályán. És hát én azt hiszem, hogy nagyon büszke lehetek a srácokra, és tényleg nagyon büszke is vagyok rájuk. Kérdezett, hogy van-e hiányérzetem? Ha kiragadok momentumokat, akkor lehet, hiszen ott a félidő végén ott volt a kis büntető, ott volt Mándinak a kapufája. Most mondhatnám azt, ha az bemegy, akkor nyerünk. Én nem vagyok benne biztos, akkor sem, hogy nyerünk. És a futballban és a futsalban sincs ugye ha.
összességében én azt mondom, hogy egy igazi X-es meccs volt, és talán mind a két csapat megérdemelte volna a győzelmet, vagy mivel az ellenfélben játszott, igazán egyik sem érdemelte meg a győzelmet, de ez mind-mind pozitív színezett, és tényleg pozitív részeket nézve, vagy pozitív dolgokat nézve. És tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok a srácokra, és nem tudok másot mondani, hiszen az ellenfél csapatában több egykori NB1-es játékos volt, elég, ha csak a mindenki által Csengerben ismert kettes számú játékos Tőzsér Gabit nézzük, ugye, aki most szerintem 100 fölött vannak Gabinak az NB1-es meccsei, de a többi játékosnak is nagy részt NB1-es múltja van, és én azt hiszem, hogy egyéni képességekben a srácok felvették velük a harcot, és tényleg egy nagyon jó partis meccset játszottunk, és azt sem elhanyagolható, hogy egy olyan ember ült a kispadjukon, aki valószínűleg egyedül több futszál meccset látott, mint a csengeri futszál csapat összesen, hiszen a több mint százszoros válogatott Jávőr öcsi irányította a csapatot, és látszott is, hogy ha valaki akkor ért a futballhoz ő, mert olyan tényleg nagyon szervezettek voltak, és ők játszották az igazi futszált, ezt be kell látni, ezt el kell ismerni, de még egyszer mondom, hogy mi fiaink is nagyon sok szép dolgot csináltak. Volt lehetőségünk tényleg a győzelemre is, de ugyanúgy nekik is megvoltak a lehetőségeik, úgyhogy összességében én azt mondom, ne tűnjön nagy képviségnek, de egy NB1-es színvonalú meccsen egy igazságos döntetlent láthatott a nagyszámú nézősereg, és ha már a nézősereget említem, akkor egy nagyon nagy köszönet és egy nagyon nagy dicséret a Csenger futszál és a Szatmár fanatiknak, hiszen csodálatosan szurkoltak egész meccsen, és ugye megint megmutatták, hogy milyen nagyszerű emberek, hiszen a mérkőzés végén ők is elismerték az ellenfelet, és egy hatalmas nagy tapsal jutalmazták a Rubáról a csapatát. Így van, ez egy nagyon-nagyon szép gesztus volt. Sanyi, egy nagyon rövid elemzés erejéig azért a múlt hétre is térünk már, hiszen azért ne sikadjunk már a fölött, hogy egy kincsem Lovaspark otthonában győzött a csapat az elmúlt héten. Azért többen féltették a csapatot ettől a kirándulástól, még ha 100%-osan is utaztatok oda, és sikerült megnyerni ezt a meccset. Milyen volt most ez a kincsem, milyen ellenfél volt? Igen, egy nagyon érdekes meccset játszottuk a Kincsem, mert ugye azt is megszoktuk már, hogy a Kincsem elleni meccs is minden rangadó, minden meccs rangadó. Hát ráadásul az elmúlt időszakban ugye a Kincsem ellen idegenbe sül nekünk, hiszen emlékszem, 2 éve ott volt egy nagy gólarányú győzelmünk, tavaly is megvertük őket az alapszakaszban, és tulajdonképpen a rájátszásban is egy-egyet játszottunk velük, úgyhogy bennük már volt egy kis revansvágy is ezen a meccsen, amit éreztettek is velünk. Játszottunk ott is egy nagyon változatos meccset. Ugye hullámzott a mérkőzés, hiszen meccs elején ők megszerezték a vezetést, 2-0-ra vezettek, utána sikerült megfordítanunk 3-2-re, majd egyenlítettek, úgy mentünk félidőre. A második félidő érdekes volt, mert vezettünk már 7-4-re is, és akkor úgy nézett, hogy zsebben a meccs, de megint igazolta a futszál, hogy egy kiismerhetetlen játék és egy kiszámíthatatlan játék. Kijöttek 5-4-re, belehibáztunk mi is ott többször, úgyhogy feljöttek, de a végén sikerült nyernünk 8-7-re, ami azt hiszem, hogy egy hatalmas nagy fegyvertény. És talán ennek majd akkor lesz igazán érték, amikor látjuk a Kincsemnek a többi hazai eredményét, hiszen ott nem sok csapat fog nyerni, ezt én megmondom őszintén. Úgyhogy megvan az a meccs is, ugye 5 meccs eltelt a bajnokságban, 4 győzelem, 1 döntetlen, vezetjük az NB2-t. Én azt hiszem, hogy bajnokság előtt ezt mindenki aláírta volna. Most néhány játékos egyébként bent az öltözőben egy kicsit szomorkás, hogy leékszeltünk itthon, de én azt hiszem, hogy ez most tényleg belefért, és ez benne volt a meccsben, és az, hogy mindent megtettek, azt hiszem, sokatszor is elmondhatom itt a televízió kamera előtt, és ezért nagyon büszke vagyok rájuk. A közönséget amennyire ezen a meccsen lehetett, maximálisan kiszolgálták, ezért a közönség hálás is volt, mert ugye egy döntetlen után hatalmas nagy ünnepésben részesítette a csapatot. Úgyhogy veretlenségünk megmaradt, jönnek az újabb feladatok, jönnek az újabb kihívások. Ugye szombaton Nagypályán megyünk Tisztaberekre, ami ismét egy rangadó lesz majd jövő héten. Ugye Csenger történetének első olyan mérkőzése következik, amikor egy patinás egyesületnek az ellenfelei leszünk, hiszen jövő itt hétfőn, igaz, hogy nem korai időpontban, mert 21 óra 20 perckor, de a budakalászi sportcsarnokban játszunk az Újpest futszál csapatával. Ugye nekem, mint fradistának ez külön kis pikantériát ad erre a meccsre. Úgyhogy már most feljön azoknak a szatmári, csengeri, szatmárból származó embereknek, akik esetleg Budapesten élnek és követik a csapat életét, hogy várjuk őket hétfőn este 21 óra 20 perckor a budakalászi sportcsarnokban az Újpest elleni mérkőzésünkön. És 2 hét múlva pedig ismét itthon egy rangadó, hiszen jön az a Dunakeszi, aki ugye szintén a magyar futszal egyik nagy ágyúja, és tényleg egy nagyon jó csapatuk van, hiszen ők is x-eltek a Csömörre, úgyhogy valószínűleg 2 hét múlva egy hasonlóan parázs és hasonlóan színvonalas, és reméljük, hogy győzelemmel véget érő mérkőzés vár a csapatra.
így legyen, és hát ez azt hiszem, hogy zászlónak is remek, és tényleg nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit két hét múlva is majd ugye a Dunakeszi rangadóra, és nagyon remélem, hogy akkor Szilágyi Sándor elmutatja majd magáról, hogy újpestverő edzőként fogja majd a csapatát itt harcba vezényelni, úgyhogy ehhez nagyon sok sikert kívánunk Szilágyi Sándornak, még esetleg most Csukas Laci ezt látja és hallja, és esetleg el is szomorítjuk őt, de úgy gondolom, ez nekünk nagyon sokaknak nagyon örömet jelenteni. Sanyi, a csapatnak és neked is sok sikert a folytatásra, és még egyszer gratulálunk ehhez a döntetlenhez. Nagyon szépen köszönjük mind a gratulációt, mind a jó kívánságokat a következő meccsekre. Én azt hiszem, hogy Laci meg fogja azt nekünk bocsájtani, hogyha most az Újpest ellen mindent beladunk, és talán még ennek az újpesti vereségnek életében először Tukas Laci is tudna egy kicsit örülni.